Gordić, Malinauskas. Tekintsük ezt Gordić bemutatkozásának a Videoton együttesében. Az új edző Alex Miller állítólag három nap után kirakta őt is, és Mutombát is a keretből. Mindez pedig papóra jött a Videotonnak. Ő Bojan Gordić. Kódi feje fölött süvített el a labda. Kabátolja oldalra Cvitkovics. Irányt változtat, és így lett szöglet belőle. A hatodik debreceni szöglet. Cvitkovicstól kabát. Bozsovics elszámítja magát, vezet a Debrecen. 66. perc. Szakály Péter a gólszerző. Egy nullás hazai előny tehát. Érdemes lesz majd megnézni, mert ezt a debreceni gólt bizony komoly fehérvári hiba előzte meg. Itt a kis szöglet. Borzasztó rosszul jött ki a kapujából Bozsovics. Kabát pedig egy gólpasszal debütál két mérkőzésen a debreceni együttesben. Itt a serleg. Egyelőre még Dunai Antal kezében. Most viszont már Cvitkovics Péter. Ez egy legjobbjának választott debreceni játékos. Szorongatja, szép lassan, mindenki megbarátkozhat a serleggel. És azt hiszem, kívánhatunk legalább olyan jó szezont, mind a debrecenieknek, mind pedig a fehérváriaknak, amilyen az előző volt, és kívánhatjuk azt, hogy mind a két csapat az Európai Kupában is, a Bajnokok Ligájában, illetőleg az Európa Ligában minél tovább meneteljen, és minél sikeresebben szerepeljen. Még egyszer.